Nos, kellemes szombat hétvégét mindenkinek. Remélem jól telik a hétvége mindenkinél. Car Mechanic Simulator még mindig ebben a hónapban valószínűleg más már nem is nagyon lesz. És tegnapi stream az elég jól sikerült. Ugye meglett a kis Holden FEG, elég jó pénzt hozott, ugye 15.813 kredit volt a kocsi, és 156.951 kreditért el is adtam, úgyhogy a tiszta haszon az egy ilyen 141.138 kredit lett, amiből maradt nem egész 40 ezer, pontosabban csak egy ilyen nagyon gyönge 39 ezer, mert hogy a streamnek a másik felében ugye kimentem a fészerbe, volt egy kis roncstelepezés is, és még a végére azért az aukciós házba is kimentem, ami elég jól sikerült. Két garázs van most nekem, garázs, parkoló van megvéve nekem jelenleg. Hát eléggé tele vannak. Hol is vattok? Na, az egyes az tele van, a kettesben pedig van egyetlen egy üres hely. Úgyhogy sikerült egy garázst amúgy telipakolni kocsikkal. Úgyhogy el is tapsoltam azt a közel 244 ezer kreditet autókra. Egy pillanat, némi gond van itt az élő adással, valamiért nem látom a képet. Na. Stream az fut, a játék fut. Na mi a bajod neked? Próbáljuk meg úgy, hogy kilépek a Twitchből. Egy pillanat. Rendben. Rendben, csak a telefon szórakozott egy picit. Oké. Nos, a mai adásban pedig, ahogy a cím is mutatja, egy 91-es BMW M3-as és egy 83-as M-den Jäger lesz ugye a páciens. Itt is vannak mind a ketten, már be vannak készítve. Hát ez a BMW, ez viszonylag elég jó állapotban van. Viszonylag. Oké, a motor az egy I6-os, 16-os, nem tudom még mindig eldönteni. DOHC BMW, vagy FMV ez esetben. Motor. Hát a kocsi legjobb állapotban a vezérmű burkolat, illetve hátsó stabilizátor rúd van 51%-osan. Igazából. Aztán így a többi az kérdéses. Az M-den meg hát eléggé hiányos, viszont itt azért az alsó alváz még elég tűrhető. Én úgy gondolom, hogy jó lenne a BMW-vel elkezdeni, az mégiscsak jobb állapotban van.
Egy mentés. Na, emelt fel nekem egy picit a kocsit. Rendben. Na. Hallod, ne szórakozz. Na. Hadd nézek itt alá egy picit. Mi a helyzet itten? Oké. Picit eszi a rozsda, de nem olyan vészes. Azt hiszem, lesznek itt csere alkatrészek is raktáron. Úgyhogy kapom is le gyorsan a kereket. És neki is kezdek a kis BMW-nek. Ezt gyorsan szét kell csak szedni. Stabilizátor rúd 46%-os. Hát hála az égnek a legtöbb cuccot akkor elég lesz csak javítani. Vannak olyan alkatrészeim, amit be tudok rakni, mert raktárra is raktam belőlük egy párat. Rendben, a batterit kivettem, azt ugye elég csak rátenni a töltőre. Na, kerék. Kerékcsapágy, jöhetsz ki. Hát igen, ez én félkész kocsi. Hát itt ezek a nyomvad gumifersék, ugye? Egyenként kell kiszedegetni. Stabilizátor rúd. Á, jöhet előről ki. Oké, itt le kell engedni a kocsit, na menj át a túloldalra. Jöhet itt is a gumipersely. Oké, még a kocsiból ki kellene ugye engedni az olajat, mielőtt itt a motorba még belemászok. De először teljesen szétbontom az autót. Oké, kijöhet az alja is. Kormány összekötő. Rendben, itt még a kardántengelyt kell kiszedni. Hopp, na itt már van egy beragadt csavar is. Hát elég jó, egyébként ránéztem még itt stream előtt, elég jó kis moddolt kocsik jöttek már megint a játékhoz, ugye Steamen a műhelybe. Be is húztam egy párat belőlük. Jó volna legalább minden kocsiból egyet megépíteni. Aztán ugye hát mindenkinek megvannak a saját kedvencei egy ilyen játékban. Melyik autót jobban preferálja. Ezt nyilvánvalóan többször megépíti, variálja, motor, stb. Sajnos a legtöbb autóra ez a festés, ez inkább csak ilyen egyszerű, nincsenek ilyen minták vagy hasonlók. Például a legtöbb autós játékban, ugye Need for Speed-ekben voltak ilyen mindenféle mintákat lehetett ugye az autóra rárakni, meg hasonlók. Ezekből azért picit visszafogta magát ez a játék. Nem pont az a központi elem. Jó volna azért, ha volna belőlük több is. Azt, hogy lefestem az autót egy színre, vagy vannak ilyen minták, úgymond, amit rá tudsz a kocsira tenni, de hogy valami nagyon egyedi festést lehetne rárakni egy-egy autóra. A legfeljebb csak a moddoltaknál, ha beraknak valami matricát. De hogy így az alapkocsiknál igazából csak a szín, picit tudod variálni a fényerősséget, milyen legyen a festés, ugye
fémesség, meg ilyenek, az azért egy picit olyan gyenge, erre még azért adhattak volna. Jöhet ki a üzemanyagtartály. Na, itt a másik felét is akkor még gyorsan. De elég jól megvan eresztve autókkal. Most ilyen elég ilyen modernek jöttek be. Van ott Ferrari is, meg elektromos autókhoz is jött egy-kettő. Úgyhogy azért van választék az alapkocsik mellett is, esetleg valaki inkább ezeket az amerikai kocsikat szereti, és ezeket a hát ilyen úgymond európai hagyományos autókat nem nagyon szeretné, ugye ilyen mindenféle Roadster meg hasonlók vannak ott ugye az eredeti autókra gondolok, nem a játékban elnevezett névre célzok most. Jó, azt mondja, ez itt megvan. Úgyhogy az olajat a motorból. Egyes. Kérdés az, hogy ki hegesztettem a kocsit. Azt tudom, hogy az MD-met azt igen. De úgy látom, hogy amúgy ezt a BMW-t is sikeresen kihegesztettem. Rendben, jöhetsz le. Nem, a bakker. És elváltóház. Ezt ki kellene venni, ugye? Mert anélkül nem szedem ki akkor a motorot. Ez önindító, ugye? Az van rajta, persze. Oké, na, azt mondja, hogy gyere akkor le én nekem. Ha jól nézem, akkor ugye ki van ez hegesztve. Ha mondjuk most idehozom még egyszer a hegesztőt, és ki akarom hegeszteni. Eszednél vagy? Elkérsz értem még egy ezerest? Vagy nem volt kihegesztve, csak úgy nézett ki? Mindegy, most már biztos, hogy ki van. Oké, na akkor innen kellene kiszedni a cuccokat. Nem. Ki kell szedni a folyadékot belőle, fékfolyadék, stb. Nem akarok büntetést fizetni, még azért is. Oké, jöhet ki, jöhet ki, jöhet ki. A hűtő is. Azt mondja, hogy a motor vezérlő, jöhet neki a relék is. Kár, hogy nem lehet az egész dobozt egyben kiszedni. Egyenként kipakolni mindent belőle. Oké, na ide fog kelleni, hogy a rögzítőből 4 darab. Azt vettem, még a stream előtt kicsit. Feltöltöttem a raktárat. Rendben, ABS kint van. Azt mondja, hogy más nem is maradt itt akkor. Ugye csak a motor.
Na, rendben. Akkor jöhet az emelő. Először is. Menj az egyeshez. Azt mondja, kivétel. Jöhetsz az emelőre. Na, itt most nagyon gyorsan csak szétszedem. Nem fogok újat csinálni. Amit tudok, azt megpróbálom megjavítani, de hát ugye itt ezeket a kerekeket ki fog kelleni cserélni. Na, a feszítőre, vagy mi ez a vezérlő görgőre, vagy a vezető görgőre. Akkor tincs rá. Generátor. Oké, olajteknő. Azt hiszem ez is van raktáron. Először is itt az elejét kell lebontani. Oké, vízpumpa. Elvileg azon is van egy. Na, majd így összerakás közben. Rendben, azt mondja, hogy a szí, mi ez? Vezér, műlánc, vezető, papucs. 36%-os. Folytószelep. Oké. Szívócsonk. Oké. Na, ezek lehet, hogy fog kelleni egy pár darab. Kérdés az, hogy legyen turbósítva a motor. 2, és itt a harmadik csavar. 38 000-ből azért én nem nagyon mernék rámenni arra, hogy még turbó motorot rakjak össze, vagy legalábbis turbó alkatrészeket tegyek bele. Az igen, 2 is van rajta. Kicsit a csavarozásra fog kelleni tenni. Az igen, gyertyák jöhetnek ki. Itt közelebb, mert nem találom el a gyertyát. Rendben, azt mondja, hogy kellene leszedni, hogy jó legyen, ezt kell kicsavarozni. Hát ezekből is van egy pár darab. Úristen, nem látom, hogy hol van annyira egy színű az egész. Oké, itt a következő. Na, bele van rozsdásodva elég szépen. Kérdés, milyen dugattyú mennek bele, mert van egy set turbó dugattyú, csak rosszat vettem belőlük, ugye? Egyszer. Mehetne le a lánc. Ez is. Oké. Okay.
még ezt, tehát kiszedem. Aztán már nincs is olyan sok. Csak azért is bele leszel rozsdásodva, ugye? Tehát nagyon remélem, hogy a 38 000 az elég lesz rá. Jöhetsz. Jézus Mária, mennyi csavar van ebben is. Oké, szedjed ki. Na még ezt is egyet. Oké. Na. Ó, itt van még a váltónak a része. Fújjad meg! Negyven százalékosak itt is az alkatrészek. Hopp, nem. Hűha, az anyját. FMV, ebben még talán lesz is új. Mindjárt kiszedem a raktárból a alkatrészeket, mert van pár eltéve még oda is. 16-os motorhoz. Ez milyen dugattyú összekötő rút? Efene, akkor ez nem lesz jó hozzá. De mindenképp újakat fog kelleni venni. Rendben. Na, azt mondja, hogy mehet a raktár. És hol is vannak? Nem. Hármasban két rossz motor van. Aki azt mondja, hogy nem, akkor az tényleg I6-os lesz. Igen. I6-os, viszont nagyon semmit nem látok itt rá most per pillanat. Ezzel a névvel. Ez itt V8-asba való. I4-es. Mondjuk van egy ventilátor. Ez itt minden B. Egy pillanat. Azt megnézem, hogy ...16B, akkor azt is kiszehetem. I4-es kormány szervószivattyú volt benne. Aha. Rendben. Akkor... ...ez generátor. Ez nem jó bele. Ez V6-os, I3-as. Van egy ABS-em, ez V8-ashoz van. V6-os B. Talán ez lesz, ez jó lesz hozzá. Az ötösben pedig ilyen turbózott
dolgok vannak, azt mondja, hogy I6-osra mit dobsz ki. Ha van egy egyéb iránt, itt egy három, egy két csillagos motor. Tudod mit, téged kiveszlek, és kapsz egy ilyen alapot csillagos motorból. Csak teszek rá még egyet, hogy legyen egy ilyen hármas a cucc. Ha megtalálom, bakker. Na merre vagy? Semmi. Sem itt van, rendben. Ja, enter a fejlesztés. Fejleszt fel nekem? Rendben. Jó. Csak így az alap lesz egy ilyen három csillagos. Rendben, akkor itt még ugye a motor részeire vagyok most nagyon gyorsan kíváncsi. Ebből talán van is új. 85-ért azt megjavítom. Kész van. Hát nem kerülsz olyan sokba. Ezen itt végig lehet menni. Necces, ez mondjuk. Semmi olyan nem volt itt egyéb iránt. Két kredit. Ez megvan, az ABS-hoz nem kell, a hűtőt megjavítom. Picit légy szíves. Rendben, az önindító, de mondjuk abból is van raktáron. Rendben. Azt mondja, hogy rendben, a fék az mehet vissza. Aksiból van egy 100%-os, ebből viszont van a raktáron, úgyhogy nem fogok venni még véletlenül se. Nem. A francba. Hol a négyes? Nem a négyes. Nem is az ötös. Ja, ki kéne törölni. Ezt tehát így, és akkor itt van egy ABS. Jöhet az ABS pumpa. Rendben, jöhet a tetejére a modul.
a hűtő, ez is megvan. És egyen lőre, ha minden igaz, ennyi lesz a relé doboz. Rendben, akkor még a reléket kicserélem, azokból van tartalék úgyis. Oké, viszont a fedél az már nem jó. Jó, ennyi legyen elég most itt. Addig dolgozta ezen. Oké, jöhet bele egy 100%-os. Ez is jöhet ide szépen. Ebből itt viszont nincs semmi, úgyhogy egy sima dugattyú összekötő rúd. Olajszűrő. És üzemanyag szűrő. Bevásárló listát azt törölni kéne. Jöhet. Rendben, lentkerék egyéb iránt, az sincsen. Olajszűrő. Ezt ki lehet törölni. Azt mondja, hogy dugattyú összekötő rúd. Összekötő rúddal. Elnézést. 6 darab dugattyú gyűrűk. 6 darab. Rendben. Akkor jöhettek is a helyetekre. Oké, ezekből meg van egy tonnára való. Szépen lassan felújított motor. Meg is lesz építve. Na, durva fél óra el is ment már. Akkor azért csak össze kellene szednem magamat. Jöhet az olajteknő. Oké, nem jó, fordulj még ide. Azt mondja, hogy jöhettek akkor. Hűha! Szívó csunk, ez megvan. Oké, olajszűrő, ez a folytószelep. Jöhet vissza az üzemanyag nyomó cső, megvan. Rendben, azt mondja, hogy 100%-os. Ez már nem.
Vezérmű tengelyek. Nos, azok sincsenek. Oké, na, eddig megvan, akkor mehetünk vissza javítani. Rally doboz fedele, ezt mindenki meg kell javítani. Még itt a légszűrőt is gyorsan. Megvan az ABS-t, az most nem. Te belőled egy elég lesz. Oké, itt vannak a vezérmű tengelyek. Már mondjuk téged megjavítalak. Oké, ez meg ide véletlenül bekerült. De hagyjuk is annyiban, a lent kereket nem lehet megjavítani. Az a szarügy. Az nagyon szarügy. Oké, na, motor. Kipufogó leömlő B. Hát rosszat javítottam volna meg. B, itt van. Ezek szerint... Jaj! Sikerült rosszat megjavítani, nem baj, el van téve raktárra. Oké, na a lent kerék, akkor az mindenképpen új fog kelleni. Az itt van a sebváltónál. 500-at ki kell érte adni. Oké, ebből elvileg van. Ó, három is. Ez 92%-os. Ebből veszünk akkor. Ez a tengelykapcsoló nyomó lap. És még a kis biztosító is fog kelleni. Mert abból sincs tutira, persze. Miért volna? Nem. Egyből kettőt. Oké, ez itt megvan. Oké, a bütykös hajtásból kettő fog kelleni mindenképpen, mert az nem javítható. Vanyek. Gyújtógyertya is fog kelleni, 6 darab. Oké. Azokat meg megjavítom. Oké, na akkor bevásárlás megint. Gyújtó, hogy ez az elektronikában van. Bütykös hajtás. Most csak kettő. Ez se kell, ez se kell. Oké. Azt mondja, elektronika. 6. Elnézést. 14 darabot. Rendben. Jöhet ez a kettő. Na, azt mondja, hogy vezérműlánc. Menjünk vissza. Jöhetsz. Ezekből elvileg, hát ez 88%-os, akkor jöhet ebből is. Egy meg egy. Az a 88%-os majd egy ilyen félkész
motorra jó lesz. Rendben. Na, ezekből meg csak van még raktáron. Annyit vettem, hogy nem igaz. Generátor. Nagyon szép. Oké. Hát ebből fog kelleni, mert fogyóban van. Nem, hanem vezető görgő. Hát egy 10 darabot. Az égszíjat. Rendben. Ez a ventilátor B, ezt akkor meg lehetne javítani. Ventilátor, ventilátor B. Mennyi ment egy... Ventilátor B. Egyéb iránt. Te mennyibe kerülsz? Kidobtam rád egy 60 kreditet. Ventilátor B. Hát 340, úgyhogy megérte megjavítani. Oké. Még egy vezetőgörgő. Ez itt akkor készen is van. Na, azt mondja, hogy ezeket meg meg kéne javítani. A gyertyákat addig bele kéne rakni. Az meg legyen. És akkor a javítást kell befejezni az összes alkatrészen. Jaj, csak a kasznit lehet az asztalnál, csak minden kicsihez kell jönni. Hát ez egy darabig el fog tartani. Egyenként megjavítgatni mindent. Hát erre elment azért egy nagyobb összeg. Azért még elég jól állok. Ha marad egy 30 ezer, az nagyon jó lesz. Elég jó állapotban volt ez a kis BMW ahhoz képest, hogy a rosszabb állapotú kocsik közül hoztam, ugye az aukciós házból áll. A fékeket megéri megjavítani. Ezeket is. Alváz az lassan meg is lesz. A sebváltót is meg lehetett. Ezt is akkor. Hát jöhet az ABS is, már itt van. Na még kettő lap. Na
Jaj, 34 ezer meg is fog maradni. Hű, te jó ég. Na, még egyszer utoljára. Rendben. Oké, na, fejezzem akkor be ezt a motort. Á, és ezeket nem lehet megjavítani. Osza. Akkor ezek helyett fog kellene venni. Na, nem baj. Azt mondja, hogy itten van 1, 2, 3, 4, 5. 8, azt mondja, hogy akkor 16 darabot. Passa. Ha, 416 kredit. Remek, mehetnek majd egy ilyen félkész kuka motorba. Oké, mindjárt megvan egyébként a motor. Hát 48 perc el is ment. Egy óra alatt csak nem lesz kész ez a nyomvat autó. Jó ilyen kis monoton, pepecselős munka ez. Becsavarozni egyenként. Oké, mi az, ami hiányzik? Itt kell még az elejét megcsinálni. Ez 47%-os. Ide kapsz egy újat. Ott közelíts rá nekem. Rendben. Ide pedig ezt a gyújtás, elosztó, gyújtás, tekercs. Na, ide is vadi újakat kapsz. 6 darabot. Ez elektronikából. Rendben. Áll az égnek, ezeket csak be kell simán rakni. Oké. Elvileg készen is van a motor. Én már nem igen látok semmit rajta. Az alja megvan. Jó. Azt mondja, hogy vedd le a motorot. Zsebre is vágtam, csak így lazán. Oké, 100%-os az egész motor. Rendben, te meg menj vissza a helyedre. Na nézzük, hogy itt mi a helyzet. Relé doboznak a teteje. Légszűrő ház. Légszűrő. A szervó fog még ide kelleni. Illetve a két tartály. És a motor vezérlő. Igen, azt sem engedte javítani. Rendben, rendben, rendben. Azt mondja, hogy a motorvezérlő az itt van az elektronikában. A többi pedig
Az egyszeri motor alkatrészeknél egy. Hát adj egy kettőt most egyébként, egy két autóval fog most úgyis dolgozni. A légszűrő fog kelleni még. A teteje az szintúgy meg van javítva. Ide kell az a 4 nyomvat pöcök. Na, légy szíves, közelíts ide rá nekem. Előre gondoltam és vettem belőle jó pár darabot. De azért, ha megengedi, meg is lehet javítani. Az a pár kredit nem pénzért. Ablakmosó folyadéktartály, hűtőfolyadéktartály. Rendben, rendben, rendben. De még ez a motorvezérlő egység. Rendben. Azt mondja, mehet a levegőbe. Igen, alulról ugye az önindítót kell berakni. És a sebbel túlházat. Kettő is van. Raktáron. Oké, itt az önindító. Oké. Semmi, mint az csak a fal volt. Egy pillanatra megijedtem, de nem maradt ki semmi. Rendben, a gumipersejek. Kormány összekötő rúd. Oké. Kormány végrúd. Rendben, alsó lengőkar, lengéscsillapító. Mi ez? Alsó lengőkar. Oké. Kerék agy. De akkor ezt az oldalt amennyire csak lehet. Rendben. Azt mondja, át kellene menni a túloldalra. Ez a nyomvat hűtővíz tartály olyan, mintha hiányozna. Egy hirtelen ránézek. Az alsó lengőkar az már hiányzik. Te is jöhet. A féktárcsákat pedig ugye nem csináltam meg. Még akkor azokat ki kell esztergálni. Egyet leveszek. Van 3 darab, akkor még hátulra is elég lesz. Na, 39 ezerről indultam. Elég olcsón megúsztam ezt a kocsit. Még mindig nem költöttem rá egy egész tízest. Na, még egyet ki kell esztergálni, és akkor meg is vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog visszahozni a kocsi. Ötven-hatvan ezer tiszta haszon. Nem biztos, hogy... Habár még lehet rajta annyi is.
Most így nagyon hirtelen, ha tippelnem kéne. Jó. Majd a végén kiderül úgyis. De egy ilyen 50 000 tiszta haszon az, az jó volna. Oké, alsó lengő kar, az fog kelleni. Oké, ez megvan. Ez egy első lengés csillapító. Oké, ebből volt raktáron. Előre összerakva 4 darab, és 2-vel is megy akkor. Oké, a kardán tengely az szint úgy megvan. Rendben. Na szóval, de még mielőtt akkor előre megyek. Na, itt kimaradt egy gumipersely. Keresettem volna, hogy hol a hiba. Mivel nincsen, hát most nem fogok raktárra vásárolni. Az az MD-m az elég jó állapotban van alváz ügyileg. Oké, azt mondja, hátsó stabilizátor rúd, itt a kipufogó rendszer, az is cserére szorul. Egyik is, másik is. Stabilizátor rúd, a kipufogó rendszer. Jó, de sok mindent beadtál ide hirtelen. Oké. De valahol kell egy gumi persely. Megvan. Alsó lengőkar. Oké, ebből van. A hátsó rugóból viszont már nincs. Abból 2 fog kelleni, lengés csillapító hátsó, abból szintúgy van, lengő kar, az is megvan, de kellene még ugye a gumipersejek. Oké, és egy lengő kar, ebből fog egy kelleni. Hátsó lengőkar. Ebből szintúgy. Ezt már most látom, gyere. Beraklak a bevásárlókocsiba. Oké. Csapágy. Az megvan. Plusz 1 raktáron. Végbetét, na ez fogytán van, ide hátulra elég is lesz. Azt mondja, hogy akkor forogjunk körbe egy picit. Gumipersely megvan, akkor ide gyorsan még a 2 gumipersejt. Oké, mehet a jobb hátsó része. Jöhet a kerék. Csapágy. Féktárcsa. Rendben, akkor még a fékeket nagyon gyorsan. Na. Ide is egy gumipersely.
Hátsó lengőkar. Oké, a rugó az megvan. Ennek a teteje ugye hiányzik. A hátsó rugó. Azt fog kelleni még megvenni. Rendben. Összekötő megvan. És ide arulra ez nincs, és ez sincs. Viszont ezt még ide tudom rakni. Gyerünk bevásárolni akkor szépen ebből egyet. Ebből is egyet. Hátsó rugóból jöhet kettő. Ez pedig már megvan. Na, majdnem egy óra alatt meg is lett a kocsi alváza, illetve a motor, mint olyan. Oké, itt még a rugók. És a teteje az elvileg, az is kell. Ez se javítható. Köszi szépen. Megvan még itt a bal hátsó oldalt. Oké. Azt mondja, hogy az üzemanyag tartály az viszont hiányos lesz. Háromszázért. Az üzemanyag pumpa viszont az meg lett javítva. Remek. Na, azt mondja, hogy itt akkor meg is vagyok. Mit mutat egyenlőre a kocsi? Ezt mondja. Alvás 100%, alkatrészek 95, ugye itt valami még hiányos. Nem, itt az értéke. Hűha. Na, a teljes eladási ár 38.390 kredit. Ugye 20.500-ért vettem a kocsit. Úgy néz ki, egy picit túl van értékelve. Hát haszon van rajta, így is majdnem 18.000 egyenlőre. De ha kicserélem a kasznit, akkor is jó esetben, ha lesz egy 20-as rajta. Jó esetben egy 20-ast, ha hoz a kocsi. Tisztán. Oké. Na, azt mondja, hogy akkor leszedem, amit le lehet szedni rólad. És amit lehet, meg is javítok, a többi meg mehet a kukába. Oké, rendszámtábla kell a francnak, ugye? Oké, és még akkor a belteret, ott nincs is semmi. Jó, mentek egyet, mert még elbukom az egészet. És akkor nézzük, hogy itt a kaszni mit mutat. Elég mindent meg lehet javítani rajta, hála az égnek. Igazából csak az üvegek. Azok, amik mehetnek a kukába, azok nem javíthatóak. Na, meg is van minden. Uh,
Ez viszont hiányzik. Sárvédő, vagy sárhányó. Sárvédő. Oké, ez szint úgy. Fényszórók jöhetnek rá. Semmi body tuning most. Nem. Motorháztető sincsen. Jöhet az ajtó. De is a visszapillantó. Semmi hátsó lökhárító. Semmi. Fényszóró. Csomagtartó. Rendben. Na, azért itt elég hiányos a kocsi. Rendben, azt mondja, hogy lökhárító. Egy ablak, még egy ablak. Sárvédő, szélvédő, motorháztető. Első lökhárító. Hátsó sárvédő. Itt is kettő ablak, illetve a car part 2 ide alulra. Ezt pedig még le kéne venni, hogy egyáltalán meg tudom szerelni. Ezt benéztem, nem vettem észre ezt az egy alkatrészt, de meg lehet javítani. Fasza. Na. Nézd, hogy el kell mindig akadni. Oké. BMW a modok közül kiszedni. Oké. Na, azt mondja, hogy... Hű, az anyját. Ez megvan. Na, itten akkor a listát kicsit kitörlöm. Egyébként csináljuk meg akkor úgy, hogy végig is nézem már. Ha úgy van, azt mondja, hogy lökhárító, lökhárító. Ugye elől hátul. Első lökhárító. Oké. Szélvédő. Hátsó ablak jelen esetben. Oké, az üvegekből legyen a tinder. Itt is jöhet a tinder, ebből is jöhet a tinder. Rendben, a motorháztető az... Legyen most csak egy ilyen... Egyszerű... Visszapillantók vannak. Azt mondja, egy BMW M3 E30 szélvédő. Beleteszem eztet. És akkor ez megvolt. Na, be kéne pakolászni, akkor ami van. Na, így. Jöhetsz ide, jöhetsz ide. Logó. Nagyon faszán. Ezt nem vettem. Semmi baj. Ide kell a... az alkatrész. Ide kell még egy ablak. Megvan. Ezt se vettem. Itt van a hátsó ablak, hátsó lökhárítót se vettem. Na, pár darab még itt hiányzik. Rendben. Akkor jöhetsz te, jöhetsz te. Te, meg te.
Csak még a verseit kellett volna. Na mi van? Első lökhárító. Hey. Azt mondja, hogy első lökhárító. Nem vettem. Bakker. Rendben. Hátsó lökhárító. Oké. A rendszámtábla. És csak mehet egy ilyen egyszerű. Oké. Ezzel akkor itt meg is vagyok, viszont a belteret fog kelleni megcsinálni, bakker. Oda pedig le kell venni ugye a ajtót. Nagyon jó. Ugye előső ülés és kormány. Mit tudok a tetejére tenni? Tetőcsomagtartó. Lehet. Pény, sáv. Pizza szállító, taxi, rendőrségi, sziréna. Tetőcsomagtartó. A kérdés az, hogy amúgy engednie feltenni. Hát most 270-et kidobok. Vagy esetleg ezt a taxis. Taxis cuccot engedje amúgy felrakni. Nem nagyon. Nem. Akkor ide konkrét autók fognak kelleni. Ahová fel lehet ezeket rakni. Nem baj. Oké, beltér. Na, azt mondja, hogy kéne valami ülés, valami BMW-s ülés. Hát... milyen kormány mehetne bele? Hát... te jöhetsz, és ülések, ülések. Legyen valami egyszerű, nem... nem túl bonyolított ülés. Mondjuk ez a 6-os szövet B. Kétszer, aztán rendben. Ez meg is van. Oké. Visszaraktam rád mindent, légy szíves. Na. Azt mondja, hogy hát te tudlak vinni egyéb iránt a festőműhelybe. Hát, igaz, hogy kerék nincs még rajtad, de nem baj. Na nézzük. Oké, matrica. Ha, nincs rá matrica. Kicsit ilyen felemás, valószínűleg az a karosszéria elemek nem egyformák. Hű, de nagyon látszik ez. Na így viszont nagyon hülyén fog kinézni a kocsi. Hogy néz ki a hátulja? Na, na, na. Azt mondja... húha, hűha. Ezt azt le kell róla szedni. Mondjuk ez... ez most jó így, hogy szembe jött.
mert így akkor még a festésnél is van eltérés. A világosat fog kellenem leszedni. Egyszerűen. Faszabb, mindkét ajtó mehet. Itt az első sárvédő, sárhányó. Mindegy, le kellene valamivel festeni egyszer, hogy... Ez hogy lett felemás? Az egyik meg a másik itt alul. Érdekes. Na, egy százast kiadok rá. Húha, 23 ezerre lementem rendesen. Nem, lefestette egy színűre az egészet. Na, megijedtem egy picit. Ilyen egyszerű kék. Kék szín, akkor jó is lesz neki. Érdekesen mutatta akkor most itt a kocsit. Jó, azt mondja, kéne rá valami kerék. Oké. Felrakom ugye a tesztkereket. Ó, ez hiányzott ittent. Vagy valami még mindig hiányzik. Nem adta be. Á, itt a stabilizátor rudak. Most jó. Akkor még itt a másik oldalra ugye át kellene menni. Stabilizátor rúd. Szintúgy. Na, és jó is van minden. Oké. Elvileg volt rajta kettő kerék, felmi 9-es van ott még használt. Kicsit nagyobb kellene. Kicsit nagyobb felni kellene rá, és akkor jó is lesz. Azt mondja, hogy igen, 195-ös raktam rá, és elvileg ez a 225-40R17-es az volt rajta. Elvileg. Kettő kerék volt ugye rajta. Mondja, hogy 225-40R17-es. Mondjuk talán lehetne nagyobbat rá rakni. És ez meg nulla volt az ET. Hadd lám itt hátul, hogy mi a helyzet. A 9-es fel, ezt rak fel nekem. Mi a helyzet? Szerintem lehetne valamivel nagyobb. Talán egy picivel. Egy picivel a felni lehetne szélesebb. Azt mondja, hogy felni. Na, mit rakjak te rád? Hát ez a 100 kredites. Ez a fekete. Azt mondja, hogy 17-es méret, de szerintem lehetne nagyobb. Mondjuk egy 20-as. Simán. És akkor... Meg legyen ez is 20-as, ez az ET. Nulla helyett. Oké.
Azt mondja, hogy gumi a broncs. Na. Itt van fent. Hát, mit tegyek, tereld? Hagyományos gumiabroncs, lehet ez az olcsóbb fajta, egy darab. Azt mondja, hogy 17-es helyett ugye 20-as. Negyvenes volt a profil, de legyen mondjuk 45-ös. ...225 helyett pedig legyen 235. Na szóval... ezzel kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a gumi összeszerelés. Kicsit igazítani kéne rajta, ugye? Egyszer, kétszer, háromszor. Oké, tehát az az alapkerék, ezt pedig ugye most leveszem az ideiglenes kereket. És jöhet fel ugye az új. Belőled pedig kell ez. Hát egy picit nagy lett. A kerék. Gyere fel a magasba. Hát... is lóg nagyon. Á, nagyon széles lett. Nem jó. Túl széles lett ez így. Nem, marad az eredeti. Csak ezzel a felnivel mondjuk. Mindegy, megmaradt akkor. Majd valami másra ráraklak. Mindegy, azt mondja, hogy akkor legyen felni. 4 darab, 17-es méret. 0. Rendben. Megvan az abroncs pedig hagyományos. 4 darab, 17-es. Ez itt 40-es, az abroncs pedig 225, 235 szélesség, legyen 25, maradunk a megbeszélnél, ez itt 45-ös, rendben. Mehet az összeszerelés. Egyszer, kétszer, háromszor. Van.
rendben. Azt mondja, hogy mehetnek fel a kerekek. Oké, na most ennyiből viszont melyik is volt az? 25, 45, nem, nem a 20-as, 17-es, ugye? 17, 17. Nem. Túloldal. Feltölteni a motorot, ugye? Az összes folyadékot. És mehet is a kocsi eladásra. Másfél óra. Nem, francba. Ennyire nem kell sietni. Jó, még mintha egy picit nagyobb is lenne. De lehet, hogy csak érzék csalódás. Na, és előre nyílik a motorháztető. Jöhetnek a folyadékok egyből a... Ez ablakmosó, elnézést, ez zöld, ez kék. Akkor ez az ablakmosó. A hűtőfolyadék az itt van mellette. Na, öntsed. Folyadék, a szervó pedig itt van valahol mellette, vagy a túloldalt. Túloldalt lesz, igen. Úgyhogy a szervó és az olaj a motorba. Rendben, azt mondja, hogy fordulj meg nekem. Mert először a szervó. Ez mehet maxra. És az olaj. Az anyja, micsoda kameraszög már megint. Picit, egy picit, egy picit, rendben. Oké, nem szoktam ellenőrizni. Rendben. Ugye amikor visszadönti a flakont, olyankor már nem igen kell tovább tölteni a kocsit. Semmiféle folyadékkal. 52.828-at hoz vissza tisztán a kocsi. Akkor az 50-et visszahozta. Ugye úgy tippeltem, hogy ezt az 50-60 ezeret jó volna, ha visszahozná. És vissza is hozza nagyon szépen. Úgyhogy... Eladási ár 73.080, ugye 30, jó, megduplázta a hasznot, jól megduplázta, mert majdnem 40.000 volt a készpénz, úgyhogy dupláját visszahozta most így, ez az egy autó, de még ugye be kéne állítani egy-két dolgot rajta. Rendben, azt mondja, ez ugye vadi új, azt nem fogom ellenőrizni, a kerekeket kell ugye beállítani, mert olyan csámpás, hogy nem igaz. Olyan lúdtalpas volt az autó, hogy hajjaj, hát még a lúdnak sincs ilyen talpa. Rendben. Hűha, kicsit el volt tájolva a fényszóró. Rendben. Oké, gyere még át ide. Kérlek. Teszt indítása.
kihozta az alapot, ami benne van. Ebbe elvileg nem tudok belenyúlni. Igen, nem, csak a turbo, a gearbox, ugye sebváltó. Csak abba tudok belepiszkálni. Egy nagyon-nagyon gyors fotó, csak meglett a kis BMW is. Oké, valahogy így. Egy fotó. Rendben. Gyere vissza ide a garázsba. -85%-os a beltér. Hallod? Hát de nem tudtam kivenni a hátsó üléseket. Ezt nem hagyta. Mindegy, marad annyi a beltér. Nem érdekel, a motor megvan. Oké. Mehetsz eladásra. 73.342-t hozott a BMW összesen. A BMW M3-as és 52.828 a tiszta haszon rajta. Ilyen nagyon alap szerelés volt. Az, ami benne van a kocsiban, az ment vissza bele. Hű, a jó életbe. Ez viszont már nettesebb. De nézd, és 93.000 meg is van. Rendben, akkor itten lekapkodom a külsejét. Ezt kihegesztettem egyéb iránt. Szintúgy. Oké, ezt már nem lehet kivenni, ez csak egy dísz. Ez már a karosszéria. Ez is karosszéria. Rendben. Nem akartam be. Nem baj, milyen a belseje. Hát, elég egyszerű. Na, szállj ki szépen. Oké, beltér. Jöhetsz ki te is. Na. Kiszedem a hátulját. Ő hagyta. A lengéscsillapító az elég hiányos. De az alváz az elég jól néz ki. Hála az égnek. Rendben. Ennyire belelóg. Aha, teteje. Egy picit túllóg itt a lengéscsillapítónak a teteje. Rendben. Akkor némi javítást. Rendben, játékmentése. Jó, mehet rá vissza akkor, ami meglett. Ez már nem javítható. Itt a visszapillantó se. Rendben, a lámpákkal mi a helyzet? Na, ebből is jöhetnek újak ezek szerint. Lökhárító megvan. Minden megvan. És kuka ez is. Hátul mi a helyzet? Ez nem volt. Kuka. Kuka. Úgyhogy akkor itt elég sok mindent. Meg lehet rá venni.
Azt mondja, hátsó lökhárítók. Ajtó. Ez is fog kelleni. Visszapillantó tükrök. Oké, ez eredeti kocsi. Mondjuk body tuning van rá, ha már annyira. Na, a fényszórókat. Úgyis ezek voltak rajta. Azt mondja, hogy hátsó lökhárító. Oké. Sima body. Azt mondja, hátsó csomagtartó, visszapillantók jöhetnek, és az üvegek. Rendben. Aranyéz, ezt nem vettem meg. Hátsó lámpák. Rendben, lökhárító, jöhet rá ez. Bal hátsó. És ide meg az ajtó kellene. És kellene egy jobb hátsó. Azt mondja, jobb első, bal első, az ember jobb karosszéri ablak, Oké. Azt mondja, bal ajtó, bal első ajtó. Úgyis ki fog kelleni szedni, mert a belteret is meg kell csinálni. Itt megvan. Rendszámtábla. És a jobb első sárvédék, ugye az kell még. Jobb első sárvédő. Remek. Oké. Rendszámtábla. Szint úgy megvan. Pillanatra még itt az ajtót kikapom. Nem az, beltér kell én nekem. Bónusz alkatrész, oda néz. Na, erre fel tudom akkor rakni például a taxit, vagy ezt a csomagtartót. Oda néz. Egy ilyen kis családi kocsi, mondjuk. Ez egy jó dolog, ezt felírom, hogy az endembe megy egy bónusz alkatrész. Rendben, ez jó dolog. Össze ne keverjem valami mással. Oké. Akkor ebből lehetett volna egy ilyen szolíd kis civil rendőrautót is csinálni. Taxinak mondjuk nem menne el, hátsó ajtók nincsenek, ugye? Csak a sofőr meg az anyós ülési ajtó van rajta, hogy ez taxinak elég hülyén néznek, ilyen egy személy tudna max szállítani magával. Beltér. Plusz. Oké, ez a sima kicsik fognak ide elvileg kelleni. Mentsünk egyet. Gyere ki ide. Azt mondja, hogy interiér. Na, ez ilyen mercis.
nem is tudom milyen retro kormány. Hát, melyik volna ide olyan jó. Ez a faburkolattal, hogy ez az imitáció, ez annyira nem, ez meg akkora. Az Atlanta. Ez inkább valami amerikai kocsiba. Valami nagy dögbe elmenne. Ezek viszont ilyen modernebb kormányoknak néznek ki. Hát ezt a 11-est talán. Oké, az ülés, az legyen szintúgy valami egyszerű. Valami barna vagy fehér. De ne egyszínű. Fejtámasz nem kellene rá. Igazság szerint. Vagy ha igen, akkor is csak valami egyszerűbb kinézetű. Lehetne mondjuk ez a... Mi ez az a... Hide Road. Ülés. Próba szerencse. Hátra meg mehetne valami. Egyszerű, mondjuk ezt talán. Vissza. Egy próbát megér. Beszerelés. Ej, nem igaz. Akkor valószínűleg az első ülések se lesznek jók. De ezt elfogadta. Nézd már a szemetet. Csak a hátsó nem tetszett neki. Akkor belemegy a gyári, az kész. Ha neked csak az tetszik, akkor megkapod azt. Rendben, mehet vissza rá az ajtó. Az üveg, rendben, na. A külseje már meg is van a kocsinak. Oké. Karosszéria 100, alváz 100%, peltér 100%, és az alkatrészek, na azok nagyon szarok, 19%. Azért mondjuk az alját feljavítanám egy picit. Azt mondja, hogy i4-es turbó, i3-as turbó. Hát, ez érdekes lesz. Szerintem hát, turbó, ABT, BFM 14-esből. Hát, turbót nem fog belerakni. Most még. Viszont az alvázat, azt csak megnézni. Na. Van rajta azért egy kis rozsda. Nem hibátlan, meg hiányos is egy picit. Hát itt azért hiányzik egy lengéscsillapító, stb. Itt az összekötő. Alsó lengőkar sincs meg. Azért nem 100%-os ez a kocsi. Alvázügyileg. Kicsit el van tájulva. Kerékcsapágy, na mehet a
többi cucc szépen. Oké. Oké, gumipersejek. Ez ide van rozsdásodva. Egyik, másik. Jöhet. Felni retro 12. Jöhet ki a csapágy. Mindegy, van benne egy, egy i4-es motorblokk, akkor azt fogom pótolni, és kész. Lengéscsillapító, jöhet ki, összekötő rúd. Oké, na itt még ezt az oldalát kell szétszedni. Mi persej. Egy, kettő. Na, így bele van rozsdásodva. Azt mondja, jöhetsz te is ki. Ez itt viszonylag jó állapotban van, 47%, most azt mondjuk lehet, hogy nem lehet javítani. Habár ha jól tudom, ezt a kis pöcköt azt nem engedi. Lentkereket se engedte legutóbb. Oké, gyerünk ide hátra. Kerékcsapágy, féktárcsa. Hát nem tudom, mit nézett ez 100%-os alváznak, de... mondom, az alkatrészeket sorolta be ide. Akkor meg mit néz karosszéria elemnek? Na ez a hátulja, ez mondjuk elég tűrhető. Oké, jó, itt van a lengőkar. Ebben ugye van egy gumipersely, ezt ki kell szedni. Rendben, és még ezekben is kellene, hogy legyen, de nincs. Rendben, akkor mehetünk ide. Jobb hátsó kerék. És hát ez is elég hiányos. Egyetlen egy gumipersely van itt hátul, itt fent. Hűha! Oké, stabilizátor rúd. Hátsó felfüggesztés, az előleg van is egy jó belőle. Egy pillanat, még mielőtt itt nagyon megindulok. Nincs, ilyen pont nincs. Ebből sincs semmi, ugye. Hát a szívás. Ez pedig egy első felfüggesztés.
Ebből sincsen semmi. Rendben, elvileg van-e valami a motorban most jelenleg? Semmi. Biztos, ami biztos alapon. És meg kell csinálnom az alvázat, mert hogy a motorot nem fogom tudni kiszenni, ugye nincs kerekeken a kocsi, arra meg le kell engedni. Viszont milyen motor van ebben a nyavajásban? Most per pillanat. Egy 10i4-es DUHC motor, az meg talán lesz itt raktáron nekem. Azt mondja, hogy i4, semmi. Semmi. Hát ez szívás. Esetleg nálam valami. Van egy i4-es SR 20. Az belemegy. Azt mondja, hogy nem biztos. Mindegy, akkor kapsz egy új motrot. Teljesen új motrot. Mondjuk turbó feltöltős volt benne. Elég kicsiny ez az autó, de ez beteg volna turbóval felpumpálni, de mindegy, i4-es turbó feltöltős, kapsz akkor egy. Fel is lesz turbózva, na. Mese nincs. Rendben. Jöhet egy X. Ezt ki kéne innen törölni. Rendben, jöhet egy vadi új motorblokk. Ezek itt pedig turbóból lesznek. Oké, jöhetsz. Generátor turbó. Üzemanyagszűrő turbósa. Ez nem turbó. Főtengely. 14-es. Oké. Rendben. Generátor mehet. Oké. Főtengely. Több mint valószínű, hogy volt a raktáron, és egyébként azt mondja, hogy ide pedig egy dugattyú összekötő rúddal 4 darab. Azt mondja, hogy abból is kapsz turbót. Összekötő rúddal 4 darabot. Dugattyú gyűrű. Rendben.
Oké, ez nagyon beteg lesz. Henger, fej. Van-e vajon ebből turbó? Van, hát. Nincs vezérmű tengely. Kétszer gyertya. Üzemanyag, nyomó, cső, ezekből is lehet turbót rakni rá. Kipufogó, leömlő, turbó, ezt viszont már kéri. És a sebváltó, itt van egy olajszűrő. Na, azt mondja, hogy ez nem, kipufogó, leömlő, ebből egyet kért, ha minden igaz. Gyújtógyertya, 4 darab. 2. Oké, ez megvan. Az olajszűrő pedig jöhet. Rendben. Leömlő. Oké, ez a hővédő, kipufogó, leömlő, hővédő. Remek. Itt a tetejét azt megcsinálom. Ebből egy kellett, hála az égnek, de van még raktáron 2. Szelep, fedél. Oké, szívó csonk. Először is szívócsunk, turbó, szelepfedél nem, és ez se. Oké, szelepfedelet, és a leömlő hővédő. Hát én elég ilyen... Oké. Azt mondja, a gyújtógyertyák jöhetnek. Oké. Ó, na ez nagyon beteg kocsi lesz. Folytószelep. Gyújtástekercs. Aki azt mondja, hogy gyújtástekercs, 4 darab, folytó szelep. Oké, ezt ki kellene törölni, és akkor ezekből szintúgy jöhet a turbó, jöhet a lentkerék. Egy pillanatra ide le, úgyis az alját meg kell majd csinálni. Ebből ugye turbó nincsen, de volt egy raktáron. Gyújtástekercsek. Megvan folytó szelep. Megvan. Oké, bütykök azokból kell 2. Bütykös hajtás. Kettő vezérmű szíj. Gyere egy picit távolabb, hogy jobban lássam az egészet. Meg is kéne venni, ugye? Vezérmű. Itt ugye a kis szókmókokból. Lesz pár. Oké.
ebből nincsen, vízpumpa, ez sincsen. Ebből viszont van. Oké. Na. Még a turbóba, azt mondja, vízpumpa nincs. Ez sincs. A főtengely szítárcsa, az is kell, hogy nem javítható alkatrész. Rendben, még egy égszíj. Na, tegyed fel. Rendben. Szíjfeszítő megvan. Itt van még egy égszíj. Oké, na, még el kellene forgatni, ugye az alját meg kell csinálni. Rendben. Na, rakjad fel. Rendben, ez be is van csavarra, és az olajteknő az véletlenül sincs. Miért volna? Hol van olajteknő? Egy százas. Rendben, azt mondja. Ez el is készült. Oké. Itt meg ugye kellene akkor javítgatni. Amit csak lehet. Lengőkor az mindenhogyan fog kelleni. Az hiányos volt. Rugó. Á, francba. Hama. Ezt nem javítom. Most még. Ugye a sebváltóból is turbót fog kapni. Atya világ, hol a vége már ennek a javítgatásnak? Rendben, az utolsó alkatrész. Még téged megjavítalak, aztán még te kell lesz nekem ide. Rendben, a többi maradhat egyenlőre. Micsoda olajfolt van itt. Még ide az Esterga gépre. Jó, volna kell rakni a cuccokat. Rendben, a motor kész, csak abban reménykedek, hogy nem néztem be, és nem egy rossz motort raktam össze. Volt már rá példa. Sajnos. Ugye most kettő is be van téve nekem
a raktárba. Azokkal is majd valamit lehetne kezdeni. Valószínűleg az lesz a legegyszerűbb, hogy ott is szétszedem őket, és kapnak egy ilyen turbósított tuningot. És ilyen turbomotorra át lesznek alakítva. Na, 2:10 tart most a stream. Gyors felvétel, vágás, pillanat. Megáll az Esztergagép.